Egyáltalán nem jó kiállni a színpadra. Hogy érti? Nem jó. Köszöntöm a nézőket, Kadarkai Endre vagyok. E heti vendégem a jelenkori magyar színjátszás egyik királynője. Mindig az ország legjobb színházaiban játszott, és számtalan emlékezetes filmszerep fűződik a nevéhez. A közelmúltban vált meg a Nemzeti Színháztól, ez idő szerint a Centrál Színház művésze, ebben a teátrumban fogunk beszélgetni Básti Julival. Megvan-e még az a kis kereszt, amit Törőcsik Maritól kapott, ami állítólag helyettesített egy mellényt, amit Törőcsik Mari elvesztett, ezt a néző kedvéért mondjuk el. Én úgy tudom, hogy ez Blaha Lujzától származik, és előttem az utódom alapon nagy színésznők adják egymásnak. Mészáros Ágitól kapta, így van, Somogyi, Erzsi. Igen. Szóval megvan-e még? Hát természetes, persze, nem. És emlékszik, a kedvenc és nagyon titkos fiókomban őrzöm, azzal a nagyon, nagyon kedves és csodálatos, megható levéllel, amit kaptam tőle. Elmondja, hogy mit írt Törőcsik Mari? Leírt ennek a történetét, ennek a keresztnek, és azt, hogy engem a Három lány kékben produkció alatt annyira megszeretett, és az eddigi munkáim alapján azt gondolja, hogy ezt én nekem adja, ezt én megérdemlem, és ő nekem adja tovább. Ez nagyon nagy dolog, szerintem. Nagyon nagy dolog, szerintem is. Mikor készítettem vele interjút, megkérdeztem, hogy mi volt a pontos indoklás, ez volt az utolsó mondata ennek az interjúnak, azt mondta, hogy Juliska, rajtam kívül te vagy az egyetlen férfi színész, mi ketten tudunk valamit. Állítólag ezt mondta. Igen. Mit jelent az, hogy férfi színész? Én szerintem azt jelenti, hogy gondolkozunk egy szerepen, és nem csak beleesünk egy darabba úgy, hogy mindenképpen magunkat akarjuk megmutatni, az természetesen nagyon fontos, hogy önmagunkat is megmutassuk a szerepen belül, a darabon belül, de átfogóan egy teljes egészbe tagozódunk be, szerintem. És az intellektuális gondolkozás a színpadon azt mondják, hogy hát az nem fontos, csak elég a nagy átélés, de ez egyáltalán nem igaz. Egy színésznek gondolkoznia kell. Én szerintem erre gondolt. Egyébként most elmélyedve az ön életművében, elolvastam például az Alföldi Róbert filmjelezte Nemzeti Színházról szóló könyvet, és őről szól egy fejezet, Udvaros Dorottyával együtt. Erről mindenkiről, nem csak rólunk, mindenkiről. Így van, de azt a részt különösképpen elolvastam, ahol Alföldi Róbert például azt mondja, hogy nem találkozott még önhöz hasonló művésszel, aki ennyire bizonyítani akart volna, és bizonytalan is lett volna egyszer, mint hogy tényleg jó-e. Ez úgy megütötte a fülem. Ez valami maximalizmus, bizonyítási vágy? Hát biztosan az, természetesen az, de nekem ez nem, tehát ahogy így ezt magam mondja nekem ez nem furcsa. Hiszen az ember minden áldott alkalommal, amikor megkap egy munkát és elkezd valamivel foglalkozni, a nulláról kell, hogy kezdje. És igen, tehát azért szerencsés az én szakmám, mert minden szerepnél azt tudom érezni, hogy egy új foglalkozásom van, teljesen új. Most nézzük meg, hogy ez milyen szakma. És akkor így építem fel, az alapoktól lényegében. De azt mondják, hogy ön mindig kétségbe esik, amikor kiosztanak egy szerepet. Hát igen, igen, de ezért valószínűleg, mert újból meg kell tanulnom egy szakmát minden alkalommal. De az emberbe ennyi idő után, amikor királynője ennek a szakmának, hát csak van annyi, nem is tudom minek nevezzem, önbecsülése, rutinja, tapasztalata, hogy azt mondja, hogy azért ezt meg fogom tudni oldani. Jó, ezt közben azért mondom, tehát jócskán beszélgetek magammal. Tehát jó, persze, tudom, hogy a végén azért majd csak valahogy elbíbelődök vele, és azért csak valahogy megoldom,
De nem arra koncentrálok, hanem hagyom, hogy vigyenek az érzelmeim. És az érzelmeim azok általában, az első, az mindig az, hogy jaj, hogy fogom tudni ezt megcsinálni. Akkor utána alatta persze mondom magát, hogy majd csak vagy valahogy megcsinálod. Szóval ezek természetesen ezek ilyen folyamatok, és én erről nem tudok igazából beszélni, mert nem tudom, nekem ez a szépsége, hogy hát eleve ugye nem lehetünk biztosak önmagunkban. Nem lehetünk biztosak önmagunkban, mert nem biztos, hogy az minden sikerülni fog. Van úgy, hogy kijövök egy előadásról, és azt gondolom magam, hogy a fenébe, hát ez most nem sikerült ma. Vagy nem annyira, amennyire szeretném. Minden szerep, amikor megkap egy színész egy szerepet, akkor előről kezdjük. Tehát most ezt ismétlem. És akkor, amikor az idő előre haladtával, az ember mind nagyobb név, mind nagyobb nimbuszra tett szert, talán még a tétje is nagyobb? Sokkal nagyobb a tétje. És egyébként a Tolnai Klárikával, amikor forgattam a Vörös grófnőt, akkor hát még kölyök voltam, és nagyon furcsa volt, amikor azt mondta, hogy... Mert mondta, hogy izgul a jelenet előtt. Mondom, Klárika, hogy? Azt mondja, majd meglátod, kislányom. Minél idősebb leszel, annál jobban izgulsz, és annál jobban félsz egy-egy jelenettől, és egy-egy szereptől. És de kivel szemben van a félelem ilyenkor az emberben? Saját magával szemben, a közönséggel? Hát ugye elsősorban a nézőknek dolgozunk, és nagyon fél az ember, hogy nem tudja megugrani azt, amit már tőle elvárnak. És a Klárikának azért volt igaza, mert az ember minél idősebb, annál inkább érzi a felelősségét ennek a szakmának. Amikor az ember fiatal, akkor még örülök, hogy egyáltalán, haj, jó van, túl vagyok ezen a jeleneten, akkor jön a következő, jaj, akkor ezen is túl vagyok, mindegy, én azt most úgy érzem, hogy átértem, és akkor átéreztem, és sírtam is, és akkor sikerült, jó van, és akkor talán hallottak is a nézők. Tehát egyáltalán teljesen más szinten folyik ez az egész, amikor az ember még fiatal. Például, amikor a Kossuth díjamat megkaptam, vagy kaptam egy Kossuth díjat, mondjuk így van, az azt követő napon pedig egy vígjátékot játszottam, az Új lakást. Én azt hiszem, hogy végeredményben nem is nagyon tudtam eljátszani azt a szerepet aznap este. Annyira féltem, annyira izgultam. Kezem, lábam összeakadt, olyan voltam, mint egy végzős, vagy még nem is végzős, hanem egy másodéves főiskolás vizsgán. Hogy úristen, mit várhatnak el tőlem lévén, hogy Kossuth díjas lettem? Igen. Hogy tudok most ettől kezdve kimenni a színpadra, hogy ilyen mérhetetlen kövek kerültek a vállamra, és ilyen iszonyatos megmérettetés mostantól kezdve minden egyes előadás. Hogy tudom teljesíteni azt a feladatot, hogy tudom visszaidézni és újból megismételni azt a színvonalat, amit a nézők elvárnak tőlem. Ez rendkívül érdekes. Egyszerűen borza. És egyébként annyira furcsa volt, mert erről nem nagyon beszélnek az emberek, a színészek egymás között, de miután ezt kaptam, ezt a Kossuth díjat, és átéltem ezt a rémisztő drukkot, vagy nem is tudom, hogy. Utána elkezdtem kérdezgetni a többieket, akik már kaptak, és mindenki ezt mondta. Mindenki ezt mondta? Igen, lényegében nagyon jó, hát nem mindenki, de nagyon sokan azt mondták. Még az a jó, hogy az idő ugye mindent elhalványít, és már azt is elhalványítja egy idő után, hogy Kossuth díjat kaptál, és főleg mondjuk tőlem el is lopták egy év alatt. Ellopták a Kossuth díjat? Igen, betörtek hozzánk. Elvitték a sminkkészletemet, elvitték a vadonatúj futócipőmet, az egyik bőrcsekimet, nem egy a bőrcsekimet, a sminkkészletemet, azt mondtam, és a Kossuth díjamat, igen. És, de én nem kértem azóta újat. És akkor ahogy Törőcsik Mari kis keresztjéhez hozzá lehet nyúlni, és bármikor meg lehet nézni, ez a Kossuth díj, ez ott van valaki másra. Nem, kérhetnék egy újat, de nem kérek. Hát ez a mappám, az megvan, de ez teljesen nyilvánvaló, ez egy célirányos valami érdekes dolog volt ez, de nem, hát ez így van. Kicsit örültem is neki. Miért? Milyen értelemben? Hát, hogy most nincs már, ez nem nyomaszt annyira. Nem nyomasztja? Igen, de nem, persze nem. Hát kicsit bánatos voltam miatta, de nem okozott olyan óriási gondot. Azt meg tudja nekem mondani, hogy ez a bizonyítási vád, ez kifelé lehet érvényes? A szülők árnyéka? Tehát én például most tudtam meg, hogy azon túl, nyilván mindenki tudja, mert az országban az édesapja, korszakos jelentőségű színész volt, hogy az ön édesanyja is vidéki,
színházakban nagyon nagy alakításokat hagyott maga után, de nem teljesedhetett ki. Igen. Az édesapja miatt lévén, hogy feláldozta kvázi az életét. Volt a Kazimír Károly, amikor ő végzett, a Kazimír lement Miskolcra, és azonnal hívta az anyámat, és ott csodálatos nagy szerepeket játszott. Másfél évadon keresztül, amikor följött a Nemzetibe, mert akkor a major hívta, és akkor szerintem élet egyik legrosszabb döntése volt, utólag ezt ő is persze tudta, de nem lett volna szabad, mindegy, így alakult. De lehet, hogy a nagy ősök árnyéka tesz az emberre olyasfajta terhet, hogy nem trambulinként éli mindeznek, hanem mázsás teherként, hogy meg tudok-e felelni mindennek az életminden? Szerintem egy ideig igen, de egy idő után már nem arról van szó, hanem egy idő után arról van szó, amit az előbb például a Kossuth-díj kapcsán is mondtam. Az, hogy fiatal koromban valóban nekem küzdenem kellett azzal, hogy az apám nevével meg kell küzdenem, az természetesen oké. Az szerintem vonatkozott, mondjuk, ha így visszagondolok, akkor a első öt év. Tehát katonában, Katona József Színházban már nem volt ennek a tehernek a súlya? Nem. Sőt, mert a kaposvári utolsó években sem. Tehát szerintem a főiskola utolsó éve után, tehát a főiskolán végig küzdöttem, de akkor abban a közösségben megmutattam azt, hogy alkalmas vagyok a pályára, akkor lekerültem Kaposvárra, ott is körülbelül az első év végén, másfél év után meg bebizonyítottam abban a közösségben is, hogy alkalmas vagyok, és már Kaposvárról följönni a Katonába, az már akkor bár az ott már nem volt megkérdőjelezett dolog, szerencsére. Akkor már csak önmagamnak kellett mindig bizonyítanom. Tehát az egy idő után azért ez elmúlt. Miért nem merte megmondani az édesapjának, hogy színész akarok lenni? Mert az apám nem engedte. Egyszerűen ahányszor csak én mondtam neki, hogy hú, én annyira szeretnék színész lenni, és hogy milyen jó nektek, hogy ti színészek vagytok, és majd én is az akarok lenni, akkor azt mondta, hogy szó sem lehet róla. Hallani se akarok. A pályától féltette, vagy nem gondolta az, hogy önben ilyesfajta maximalizmus, szenvedés, alázat van a szakma iránt? Szerintem az apám is maximalista volt, de a pályától féltett, én azt gondolom, mert ő tudta, hogy ennek a pályának egy nő számára sokkal nehezebb. Ugyanis hát ugye kevesebb női szerep van, sokkal nehezebb a váltás. És a másik, amit én azóta gondolok és tudok, hogy valószínűleg attól is félt, hogy nem vagyok eléggé tehetséges. Mert szerintem, ha valaki nem elég tehetséges ezen a pályán, az azért nehéz helyzet, mert soha nem vallják be igazából önmaguknak az emberek, hogy nem elég jók. És annyira szeretik ezt a pályát, és annyira képtelenek lemondani arról, hogy elhagyják a színpadot, hogy hamarabb keserednek meg, és külső körülményekre fogják a pályájukat, vagy a kudarcosabb pályájukat. És szerintem az apám nem tudhatta pontosan, hogy mennyire vagyok tehetséges. Nem azért ez egy fontos mondat. Különösen annak tükrében, hogy úgy tudom, hogy nem látta ön színpadon. Igen. Én egész gyerekkoromban viccelődtem otthon, és hülyéskedtem, és mindenféle ruhákat vettem föl, mindenféle jeleneteket írtam. Azt láthatta, hogy én valahogy állandóan játszom, és szerepet játszom. De azt nem tudhatta, hogyha el kell mondanom egy monológot, vagy át kell gondolnom egy darabot, vagy kapok egy nagyobb, vagy egy kisebb szerepet, hogy abban hogyan tudok megfelelni. Nem. Olyankor, amikor az ember lejön a színpadról, sokszor eszébe jut, hogy mit gondolna erről, vagy arról az alakításomról? Már nem. Ez mikor? Fáj. Ez szomorú dolog, hogy már nem. Régen igen, egyszer-kétszer igen. Nem egyszer-kétszer. Egyszer százszor mondjuk, jó, oké. Okay. De eleinte volt ez. Nagyon régen elment már, és természetesen hazudnék, hogyha azt mondom, hogy néha nem jut eszembe. Hát persze nem telik el úgy egy pár hét, vagy egy hónap, hát hiszen az apám volt. Nem telik el úgy egy hónap sem mondjuk, hogy én ne gondoljak rá. És akkor ez természetesen azonnal magával hozzá. Igen, érdekes, most itt hebegek, habogok, nem szoktam erre gondolni, hogy valójában hányszor gondolok rá, és hányszor sajnálom azt, hogy nem látott. Lehet, hogy sokkal gyakrabban, csak én nem is figyelek erre, mert nem tartom így számon.
Biztosan sokszor gondolok most, ugye, hogy már így beszélek róla. Biztos sokszor gondoltam rá, és fiatalabb koromban meg aztán biztos még sokkal fájdalmasabb volt, hogy nem tudtam neki megmutatni, bebizonyítani, hogy nem kell félnie. Bár az is igaz, hogy az ember, amikor fiatal korában gondol egy ilyesmire, és fiatalon mondtam volna, akkor még nem lehet tudni, hogy a későbbiekben hogy alakul az életem, hiszen ez a pálya azért mégiscsak több évtizedig szól, és még az első évtized az még nem biztos, hogy az első évtizedben, hogyha valaki nagyon sikeres, akkor még utána az egy egész életutat kitesz végül is. Ön szerint tényleg nem tudta azt, hogyan felvételizik a Színház és Filmművészeti Főiskolát? Mert ugye azt olvasom, hogy szövetkezett édesanyjával, ezt az édesapja nem tudta. Igen. De van önben egy kétség, hogy talán tudhatta is akár. De ez is csak az utóbbi 5 évben merült fel bennem, hogy végül is az anyám annyira tartott tőle, annyira félt tőle, hogy lehet, hogy azért valahogy így elkottyantotta neki. Hogy nem kérdezte meg édesanyját? Nem. Nem. Lehet, hogy próbáltam kérdezni, de talán tartotta magát ahhoz az esküvőz, amit az apámnak tett, hogy ő majd nem mondja nekem, mindegy, ilyen nagy izé volt, nagy mindenki elhallgat mindenki elől. De ez érdekes, hogy nem kérdezett rá, mert szerintem erre nagyon kíváncsi lehet. Nem? Egész más a dolog fénytörése az ember szemében, hogy az tudta... Anyám azt mondta, nem, az anyám azt mondta, hogy ő nem, hogy az apám nem tudott róla. Az anyám ezt mondta. Valószínűleg akkor így is volt egyébként, tényleg. Csak én magam gondolom azt, hogy annyira furcsa, hogy az apámnak nem mondott el egy ilyet, de tényleg nem. Valószínűleg igaz, hogy nem mondtál. Az ő képe az én szememben, az önnyilatkozatai alapján inkább egy szigorú, rendkívül maximalista színész képét mutatja, vagy sejlik fel, mint sem egy a szó hagyományos értelmében vett apa figuráját, aki jelen van, játszik, és folyamatosan a kisvasutat építi a gyerekeknek. Ezt én jól gondolom? Igen, egyáltalán nem épített kisvasutat. Jó, nem ez volt a dolga. Neki az volt a dolga, hogy estéről estére élménnyel gazdagítsa azokat az embereket, akik elmentek a színházba. És olyan irgalmatlan nehéz szerepei voltak, és olyan, nem is tudom, hogy mondjam jobban, ilyen mamut feladatai, tehát olyan óriási, megugorhatatlan feladatai és szerepei voltak, ami mellé nem fér be az, hogy ő iszonyú kedvesen játszadozik, és sok-sok órát eltölt a gyerekeivel. Egyszerűen ez a helyzet. De ezt egy 6-7 éves gyerek tudja. Nem volt olyan... Nem haragszik rá? Na, de hát... De egy darabig haragudtam. De. Egy ideig igen. Amíg gyerek voltam, haragudtam rá, és fájt. Igen. De hát, és akkor mi van? Akkor most meg felnövök, szerencsére elértem a felnőtt kort, tehát nem haltam meg 10 évesen, tehát volt rá lehetőségem, hogy visszagondoljak, hogy de ez hogy is volt, és miért? És most akkor így már tudom, hogy azért, mert ilyen munka mellett nem volt lehetőség arra, hogy sok órát velünk töltsöm. Kész, ennyi. És nagyon örülök neki, hogy így alakult végül is, mert ez engem nem tett tönkre, ő viszont ilyen csodálatos élménnyel gazdagított az embereket. Szóval volt egy elgondolkodtató mondata, amikor azt mondta, hogy abban egész biztos vagyok, hogy én nem azért lettem színész, hogy megmutassam magam mindenek előtt, hanem hogy szeressenek. És ezen úgy elgondolkodtam, hogy ez vajon honnan fakadhat? Onnan fakadhat, hogy minden színész azt szeretne, hogy szeressék. Tehát olyan színészt maga nem fog tudni keresni, aki alapvetően nem küzd egy olyan bizonyítási készséggel, hogy ő szerethető. Tehát valószínűleg egy kicsit defektes mindegyik színész, akivel tárgyal. Tehát nagyon-nagyon, egyébként minden emberben nagyon erős a szeretet vágy. De a színészek elsősorban szerintem hatványozottam valahogy olyan gyerekkoruk volt, vagy olyan, nem tudom, úgy születtek, hogy nagyon erősen szükségük van a szeretetre. Tehát azt, amit learatnak, sikert, a szeretet, a közönség szeretetét, így módon tudják azt transformálni? Igen. Igen.
Pontosan így. Hallottam például olyan véleményt is szaktársától, aki azt mondta, hogy szerinte, ahogy ön mondta, hogy mindenkiben van egyfajta szeretetésség, ő oda vezette vissza, hogy nem is feltétlen szeretetésség, egyébként valamilyen szinten rokonértelmű, hanem gátlás. És a gátlásaikat az emberek, a színészek és a nagy színészek különösképp a színpadon dolgozzák fel és vetkőzik le. Nagyon jó, ez egészen pontos. Meg a fájdalmainkat. Meg a fájdalmainkat. Meg az idegbajunkat, meg a temperamentumunkat, meg a szenvedőkénket. Tehát, hogy annyira sokat szenvedünk, és annyi minden fáj, hogy ezt muszáj kiadnunk. Igen, ez sokkal inkább pontos, és sokkal inkább elhiszem ezt, igen. Egyáltalán nem jó kiállni a színpadra. Hogy érti? Nem jó. Hát ott áll ennyi ember, nem ül, nem áll, ül. Ott ül ennyi ember, és néznek. Hát ez borzasztó. Tehát ez egyáltalán nem jó. Csak akkor jó, hogyha én valakinek a bőrébe bele tudok bújni, és meg tudom mutatni azt, amit írtak, és egy alakot mutatok, egy figurát, egy embert. És az nem én vagyok. És az dolgozik, és az beszél, és az... Igen, tehát ez. Tehát az, hogy én kiállnék 400 ember elé, vagy 600, vagy a vígesek meg pláne több, mint 1000 ember elé. Tehát maga a gondolat is borzasztó, ha csak úgy ki kell állni az embernek. Hát ez szó nem lehet róla. ez óriási. Igen? Persze. Ha fájdalmat említett, nekem megütötte a szemem egy mondat. Például ez a beszélgetés is azért nagyon rossz. Nem magával, úgy egyáltalán. Mert egy színésznek, nem tudom, én nem szeretek beszélgetni a szakmámról, én szeretem csinálni, de amikor el kell kezdeni okosan megfogalmazni, meg nem tudom, akkor az annyira, nem tudom, úgyse pontos, már mikor nézni fogom, már sok bajom lesz, hogy ó, hát ezt nem is így kéne mondanom. Na mindegy, de... De a nézőket viszont higgy el, hogy nagyon érdekli. Hát jó, rendben van. De a mai világnak egyébként ezt muszáj elmondanom, mert muszáj. Az lehetetlenség, hogy a mai világban a színészeket lényegében beszélgetésekre használják a tévében. Amikor én gyerek voltam, általában 90 tévéfilm készült egy évben. Abban az évben, amikor csak 60 tévéfilm készült, akkor már nagyon sírtak, már mindenki fel volt háborodva. És akkor most nézzük már meg, hogy mostanában hány tévéfilm készül. Pedig szerintem nagyon sok ember nem tud eljutni színházba, és iszonyú fontos lenne, hogy a színészeket, megismerjék a magyar színészeket is. Szerintem nagyon jók a magyar színészek. Abszolút, én ezt szomosítatom, rendszeresen járok színházba, nem tudják az emberek, miről maradnak nem, le. Nem. És tényleg egy ország nem ismeri. És lehetetlen, hogy nem készülnek. Jó, ezt kötelességem elmondani, mert ezért nagyon dühös vagyok. Egyetértek, és szerintem sokan gondoljuk ezt így. Fájdalmakat említ, azt mondta egy helyütt, hogy nem jártam ugyan őserdőben, de az emberi viszonyoknál sokat tapasztaltam, sok mindenkit elveszítettem fiatalkoromban, sok bánatot értem át. De hogy jön ide az őserdő? Ez... Szerintem csak egy példát említett, hogy nem jártam őserdőben, az lehet, tehát hogy ott is lehet veszélyeknek kitéve az ember, de mégis nagyon sok fájdalom és bánat érte. Fiatal korában mire gondol? Hát haltak meg a szeretteim egyfolytában. Körülöttem. Hát ugye az első fájdalmam, amit ugye az előbb beszélgettünk hosszan, az édesapám, hogy nem foglalkozott velem eleget, meg mindig hiányzott. Az nagyon nagy fájdalom, főleg egy lánygyereknek. Mert ugye papírforma szerint a lánygyerek az szerelmes az édesapjába, és nagyon fontos, hogy az babusgassa, és minden nap többször biztosítsa a szerelméről, szerelme felől. Tehát ez nem volt. Akkor utána a nagybátyáim, az édesanyám testvérei, neki négy fiú testvére volt, azok egymás után haltak meg, eléggé fiatalon, még a 65 évet sem élték meg. Azt a nagymamám meghalt, a nagypapám, tehát egyszerűen, és az apám ugye nagyon fiatalon halt meg, 66 éves volt, amikor én 20 éves voltam. Hát nagyon, nagyon hamar, nagyon sok fájdalom ért. Tehát így erre gondoltam valószínűleg. Édesapjával ezt a, nem is tudom mi, kibeszéletlenség, nem tudom mi a jó szó, ezt feloldották? Tudva lévően azt, hogy úgy tudom, hogy önök már sejtették, hogy nagy a baj. Igen. Nem? De igen. De a mamám azt gondolta, hogy jobb, hogyha az apám nem tudja, mert
Mindegy, most erről most nem akarok hosszan beszélni, én szerintem ez az nem jó, hogyha valaki el kell, hogy menjen, és nem tudja, hogy olyan beteg, hogy nem tudja tisztázni a többiekkel az érzelmeit, a viszonyát, a lényét, nem tudom. Tehát erről inkább nem nagyon szeretnék. És ön se kezdeményezett ilyesfajta beszélgetést? Lévén, hogy tudta? Én nem, hát Isten őriz. Nekem pont az volt a legnehezebb, hogy úgy kellett csinálni, mint hogyha nem lenne semmi probléma. Ez egy teljesen tudathasadásos állapot volt, és nagyon-nagyon szenvedtem emiatt. Biztos, hogy ezt nem így kellett volna csinálni, de az orvosok és az anyám így döntött, hogy így kell. Ezért aztán nem is tudtunk igazából az apámmal beszélgetni, és én azt hiszem, hogy egyszer-kétszer, tehát kísért engem egy tekintete, amikor azt gondolom, hogy már tudta, hogy nagyon beteg, és tulajdonképpen egy bocsánatot kért tőlem azért, hogy nem foglalkozott velem eleget, vagy ő is tudta, hogy nagyon sokat dolgozik. És amikor nyaranta együtt voltunk... Erre tekintet volt szavak nélkül, amiből ezt olvasta ki. Ez szép. Hát annál több. Annál több, igen. Na, szóval, de egyébként amikor nyáron együtt voltunk, akkor nagyon-nagyon jó kedvű volt, és amikor lekerült a válláról ez az iszonyatos teher, hogy minden nap újból és újból dolgoznia kell, és nem is akárhogyan, akkor sokkal felszabadultabb volt, és akkor nagyon sokat nevetett. Azt olvastam önről, hogy egyszer megvették az iskolába, mondván, hogy nem figyel a tananyagra, hanem másokat figyel, tehát az osztálytársait. Igen, elsős általános iskolás koromban. Egyszer, gondolom, akkor egy szemlélődő típus volt, tehát aki elemez, figyel. Mondani, igen. Egyszer s mind, úgy tudom, hogy ön gondolatolvasónak nevezte magát egy interjúban, mondta, hogy nagyon sokszor tudja, hogy mire gondol a másik. Jaj, miket olvasott, igen. Ezt el tudja nekem mondani, hogy teljesen tudjuk mindezt értelmezni? Hát azt gondolom, hogy a metakommunikáció az eleve egy nagyon fontos dolog, amiről nagyon sokszor szeretünk megfeledkezni, és figyelmen kívül hagyjuk, pedig szerintem nagyon, nagyon fontos, és hozzátartozik a mindennapjainkhoz, és hogy azok a csápok, amikkel élünk, azok működnek, és nem szabad nem figyelni rájuk. Ezzel saját magát szórakoztatja? Ez idő szerint nem is a kis Básti Julira gondolok, hanem ez idő szerint, mert gondolom ma is megfigyeli az embereket. Igen, hát... És egyszerűen a szakmája is, és ezért kérdezem, vagy színészként figyeli? Figurákat les? Igen. Megoldásokat? Hát zsigeri igen. Reakció? Igen, típusokat, reakciókat, el nem mondott mondatokat, gondolatokat, igen. És erről most mit mondjak? Ez így van, igen. Hát ez érdekel, én így vagyok. Nekem ez van így beakadva, hogy én igen, tehát nem rajzokat készítek otthon, hanem nézem az embereket. De hát mindenkinek van valami happy-e, nekem ez. És ezeket hasznosítja is szerepe szerint, ugye? Hát igen, remélem, igen. Sokat segít. Sokat segít? Persze. Mondok egy példát, most megnéztem a Jó emberek című előadást, amiben egy meglehetősen érdekes személyiségű hölgyet alakít, és nekem feltűnt például egy reakció, amikor a szerepe szerinti barátnő, aki Pokorni Lia alakít, kiejti Mike nevét, aki a gyerekkori szerelme, vagy ifjúkori szerelme, Básti Julinak. Én akkor láttam egy olyasfajta reakciót, ami tökéletes megkoppanátsággal lehet, hogy valahonnan, máshonnan lett előhívva, ahogy a ruháját megigazítja, és egyből egy picit nő lesz. Még a gondolatra is, vagy ez csak nekem tűnt fel? Hát én nem tudom, hát erre én mit mondjak? De hát miért csak azon az egy helyen? Nagyon sok helyen. Nem, visszagondolok, akkor visszakérdezik. Remek, egészen elképesztő. De én erre nem tudok válaszolni. Én nekem nem tudom, hát én megpróbálok belebújni abba az emberbe, akit játszom, és kész, erről nem tudok beszélni, nem tudok. Ha ezt látta, akkor ennek örülök.
Sokat láttam, egészen megbeszéltem telefonon, hogy drámai erejű előadás volt, szóval szenzációs. Jó, ez csak akkor nagyon, nekem ez akkor az egy ilyen nagyon eltalált, vagy nem is tudom, minek nevezem. Pontos. Jó, oké. Örülök. De te ez nekem nincsen hozzáfűzni valahol, mert hát most erre mit mondják? Értem. Nemzeti Színházról beszélhetünk egy picit? Hát nem nagyon. Ne nagyon. Eltöltött ott 12 évet, és adott egy elég keserű interjút az egyik heti lapnak pár hónappal ezelőtt, és azon gondolkodtam, hogy három igazán nagy formátumú színházigazgató is megfordult ott, amíg ön ott volt, és végignéztem így most a szerepeket, nem Pásti Júli formátumának megfelelő szerepeket kapott. Ennek ön szerint mi lehet az oka? Annyiban látom ezt az egész helyzetet így távolról, hogy a Nemzeti Színháznak a mai világban nem az a feladata, hogy egy-egy emberre kihozzon darabokat. Tehát ha kihoznak darabokat, akkor is csak férfiakra, ezt mondhatjuk így nyugodtan, ahogy így visszagondolok, az összes bemutatóra. És általában tömegeket mozgatnak a színpadon, fantasztikus színpadtechnikával. Ez egy színésznőnek nem túlságosan jó helyzet. Sok fájdalommal járt? Hát emiatt, hogy az ember szeretne játszani, és olyan szerepeket, amiben ő van középen. Ön nem az a típus, aki leül egy rendezővel vagy egy igazgatóval, és azt elmondja egy-két év után, hogy nézz ide, itt vagyok, erőm teljébe, ismert kvalitásokkal. Jézusom, nem. Dehogy is, én nem vagyok ilyen. És különben is minek mondjam? Az egy koncepció, hogy valaki hogyan vezeti a színházat, és milyen darabokat vesz elő. Vagy milyen darabokat kell elővennie. Inkább így mondanám. Tehát miért mondanék ilyet? Afelől viszont gondolom kétséges sincs, hogy nagyon-nagyon szépeket nyilatkoztak önről ezek a színházigazgatók. Ezért nem értem azt a fajta... De azt hát maga látott, de várjon. Sirályba akkor... láttam. Hát jó, rendben van. De hát most a macskalábon megnéztem. Na hát az is lent volt. A Gobbi Hilda színpadon. Tehát a nagy színpadon igazából lényegében csak pasikra hoznak ki szerepeket, és még azt sem mondhatnám, hanem ott közülük is csak egy-egy nagy szerep van, ami középen van egy nagy főszerep, de igazából nem tudom, tehát ilyen... Hát szerintem erről ne beszéljünk, mindegy. Másfajta darabok kerültek ott színpadra. Ha már említette azt, hogy az édesapja mennyire a szakmájának élt, ön édesanyaként, akkor, amikor a Katona József Színház, hát tulajdonképpen dübörgött, és egy világszínvonalú helynek számított, bejárták a világot 50-valahány helyen országban voltak. Igen. És akkor a nagyobbik fia, Marci, hány éves lehetett? Hát pici korában. Nagyon pici volt. Igen. Akkor... Azért nem nagyon súlyos feloldhatatlan ellentmondás egy anyában? De. Egyfolytában lelkiismeret furdalásom volt, és hát a mai napig iszonyatosan sajnálom ezt, de hát egyszerűen ez volt a helyzet. Nem tudtam ezen változtatni, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon rossz volt. Mindig iszonyatosan szenvedtünk. Én is, meg a Szirteság is, meg a Dorottya is, tehát mind a hármunknak pici gyereke volt. És volt is olyan, hogy amikor három hétre kimentünk Párizsba, ott volt a Platonovnak a bemutatója, akkor összeálltunk és könyörögtünk, hogy ha egy babysittert hagy vigyünk ki a három gyerekünknek, hogy nem lehet három hétre egyedül hagyni egy ilyen gyerekeket itthon, de ezt nem lehetett megoldani. És... Hát, de nagyon rossz volt. Nagyon-nagyon sokat szenvedtem emiatt. És tudtam azt, hogy a Marci, mit tudom én, 4 napot még kibír, de ha 4 napnál tovább nem vagyok vele otthon, akkor biztos, hogy beteg lesz. Komolyan. Fizikai tünetekbe jelentkezett. Hát felmegy a láza, beteg lesz, influenzás, megbetegszik. És ezt egy anya hogy rendezi el magában? Sehogy. Fáj és szörnyű, de sehogy. Szemrehányás nem kapott ilyen értelemben. Kitől? A fiától. Jézus, az egy annyira édes ember. De állt és sírt, és mama ne menj el. Hát ennél nagyobb szemrehányás. A borzasztó volt. Bőrönből éltem lényegében. Tehát egy évben 3 hónapot legalább külföldön töltöttem, minden évadban. Azt is bemeri mondani, hogy adott esetben egy nagy monológ esetén is eszébe jutott a kisfia? Hajaj. De, igen, abszolút.
Igen. Hát az egy elég meghasonlott állapot színészként, nem? Igen. És anyaként egyszer mint. Igen, de ezzel nem csak én vagyok így, és ez azért megmondom, hogy ez nagyon szép dolog így azt mondani, hogy akkor mindent kizárunk, és akkor semmi nincs, de azért ez nem így van. Tehát például megcsörren egy telefon a nézőtéren egy nagy monológ alatt, az rosszabb, mint amikor a kisfiamra gondolok, mert ha a kisfiamra gondolok, akkor legalább sírok, és még jobban átélem ezt a szörnyű nehézséget, de amikor egy telefon megcsörren, akkor meg egészen más monológ vagy. Na jó, most mindegy, ez hülyeskedés, de az igazság az, hogy a színész valahogy olyan, hogy mindig minden fájdalmat rögtön belead és átfordít a szerepére. Tehát ezt valahogy csak így tudtam túlélni, és így tudtam, nem is tudom, így tudtam vele élni, hogy nem tudom, ezt a fajta fájdalmat és lelkiismeretfurdalást beleépítettem a munkámba. Szirtes Ági mondta azt a legendás három nővér kapcsán, hogy sokáig magunkba kell hordozni, tehát színészként, akik játszották ezt a darabot, magunkba kell hordozni a boldogtalanságot, hogy mindig jól tudjuk hozni ezt a darabot. Ezt megkérdezte öntől valaki, és akkor azt mondta, hogy hát én nekem bármikor sikerül előhívnom a boldogtalanságot. Ja, igen, oké, de ez Áginak is. Nem, ez, de hát ez így van, alapvetően szerintem a színészek alapvetően boldogtalanok, és... Nem tudom, ez szerintem így van. Hát csak a fájdalom. Amiről beszéltünk az előbb, hogy kijátsszuk magunkból a fájdalmakat, a sérelmeket, mindent kijátsszunk magunkból, mert tele vagyunk érzelmekkel. Egyúttal azt is mondja, hogy ahogy ezt régen irodalomórán szoktuk tanulni, vagy legalábbis benne mindig ez maradt, hogy igazi nagy író, igazi nagy költő az valami nagy fájdalmakkal, bánatokkal és gazdag érzelmi életet élő ember lehet, akinek olyan értelemben hagyományos gyerekkora volt, hogy az égvilágon semmi nem hiányzott belőle, abból nem is lett nagy író, vagy nagy költő, ez valahol a színészekre is igaz? Hát lehet, igen. Nem mondom, hogy nem. De én ezt nem tudom, de lehetséges. De azért hozzáteszem, hogy van, aki nagyon boldog gyerekkort élt, és mégis csodálatos színész. Szerintem az sem mindegy, hogy milyen alkatnak születünk. Tehát valaki ugyanazokra a dolgokra félváról reagál, valaki belepusztul. Ön sose titkolta azt, hogy ön szorongó és aggodalmaskodó típus. Azt mondta, hogy erről nagyon szeretne leszokni. Azt mondta egy interjúban, hogy ki kéne írtanom magamból ezt az aggodalmaskodást. Igen, de nem tudom. De milyen értelemben, vagy milyen helyzetekben kap teret? Mindig? Igen. Nem tudom, igen. Jó, hát igen. Tehát fölöslegesen aggódok. Na, sokat, sokkal többet aggódok, mint kellene. De hát ez nem egy olyan nagyon... Te trenírozza magát, hogy ettől megszabaduljon? Mert én ugyanilyen vagyok. Tehát igen. Nem merném magam önhöz hasonlítani, ugyanilyen vagyok. De nyugodtan. Hát ezek azonos emberi tulajdonságok. Igen. Hát hogyne? Hát akkor még jobb, mert akkor maga ismeri ezt. Hogy... De nekem nem sikerül. Nekem se. Leszoktatni magukat. Nem, hát az ember az ilyen. Egyébként azt hallottam, na mindegy, hülyeség. Na, tessék mondani. Hogy számít, hogy az embernek hogy zajlott a terhessége. Az édesanyja hasában hogy zajlott az az idő. Hogyha szorongós volt a mamája a terhessége, akkor lehet, hogy ő is szorongós ember lesz. De ez már ilyen, nem tudom. Fogalmam nincs, nem tudom. Van egy csomó ember, akinek semmi baja nem volt gyerekkorában, és mégis szorongós lesz, és akkor... Ez nem olyan érdekes. Engem érdekel, és lehet, hogy a nézőket is. A határozottsága, mert ezt megtapasztaltam magam is, olyan típusú művésznőnek gondolom, aki tudja, mit akar. Ezt érvényre juttatja egy próba folyamat során is, a színházon belül is, az élet mindennapi területén? Ez jó, hogy pont a szorongás után, meg ezután kérdezi. Hát ilyen vagyok. Nem tudom, nem mutatni, hiszen nem akarok más lenni, mint amilyen vagyok. Bizonyos dolgokban nagyon határozott vagyok. Tehát bizonyos dolgokat egyszerűen tudom, hogy az úgy jó. Hát most erről nem tehetek. Tehát ez így van. Meg lehet győzni, hogy nem biztos, hogy úgy, ahogy én gondolom. Az kinek sikerül? De nagyon nehezen lehet meggyőzni. De hát van, akinek sikerül, persze. Hát azért nem igaz, hogy nem sikerül, hát azért van. De alapvetően, amikor valamiről azt érzem, hogy ez biztosan tudom, hogy ez így jó, akkor, tehát ilyen is van, tehát jó, sokszor kételkedek önmagamban, meg problémázom, de egy csomó dologban úgy érzem, hogy azt tudom, vagy jól érzem, vagy jobban érzem, mint a másik.
és ki is áll a saját érdekeiért. Nem az, amely kunyászkodó típus, ugye? Hát ez érdekes, mert az utóbbi időben már romlok. Milyen értelem? Tehát, hogy már néha feladom. Tehát néha azt gondolom, hogy oké, és akkor nem. Hiába én máshogy gondolom, hagyom, hogy úgy legyen, ahogy a rendező mondja. Ez önuralom, bölcsesség, vagy azt mondja, nem erősse kavics, én már fogok küzdeni fölösleges. Ez a helyzettől. Tehát attól függ, hogy milyen helyzetben van az ember, hogy érzi azt, hogy úgyis... Úgyis, hiába mondok bármit, akkor is úgy lesz, hogy ő akarja. Tehát így, ez már belátóképesség kérdése. Ez belátóképesség kérdése, és szerintem igen, kor. Tehát, hogyha az ember nagyon fiatal koromban ilyen biztos nem lett volna. Akkor mi történt? Akkor harcoltam volna az utolsó cseppvéremig, azért, hogy az legyen, amit én gondolok. Sok vitája és konfliktusa volt emiatt? Igen. Egészen nagy szenvedélyes viták, ajtócsapkodások, itt hagyom az egészet, elmentek a fenébe. Igen. Igen, de nem olyan, hogy ajtócsapkodás, meg elmentek a fenébe, olyan azért nem volt. Azt én rosszul gondolom, sorok közt olvasva nekem ez volt a benyomásom, hogy önt a rendezés és a tanítás az valamilyen szintig izgatja és ambicionálja. Amikor Kaposváron voltam, akkor a Babarci már akkor megkérdezte tőlem, hogy nem akarok-e rendezni, mert látta, hogy, vagy érzékelte, hogy mindig egy egész nagy, egy egészet tekintek, és egy egész előadásban gondolkozom, nem csak az én egyedüli szerepemben, de valahogy akkor nem mertem belevágni, pedig lehet, hogy jobb lett volna, mert így meg öregem, meg már nagyon félek. Tehát olyan nagy felelősség ez szerintem, hogy nem tudom, majd lehet, hogy egyszer, majd nem tudom, kipróbálom, lehet. Melyik része izgatja? Tehát az, hogy a saját koncepciómat, csak és kizárólag az én koncepciómat látom viszont a színpadon? Nincs kompromisszum rendezőkkel? Biztos, hogy nem. Nem, nem ez? Biztos, hogy nem. Nem. Először is szerintem én azért, tehát a mai világban lehet, hogy azért nem is tudnék megfelelni a mai elvárásoknak, mert én nem, azt hiszem, hogy én nem tudom úgy magamra húzni, vagy nem akarom annyira egyetlen egy ötlet, vagy egyetlen egy kitaláció köré csoportosítani a darabokat, vagy egy-egy darabot. És miután most ez a divat, ezért lehet, hogy én azt hiszem, hogy én csak ilyen hagyományos előadásokat tudnék rendezni, ami arról szól, amiről írta az író. Új értelmezést nem kapnának. Vagy új értelmezést is kifog. Igen. Tehát valószínűleg így azért. Mondanom olyan darabot, amit most... Nem. Nem? Nem tudom, mi volt a kérdés, de nem. Hát amit szívesen megrendezne, ha most nem, egy igazgató felhívnál. Nem, egyáltalán nem. Én biztos, hogy csak úgy csinálnék egy ilyet, hogyha valaki mondaná, hogy ezt vagy azt, de most volt is egy felkérés egyébként a múlt évben, de az valamiért nem, az tényleg nem is jött össze, pedig már majdnem elvállaltam. Hogy volt az életemben egy vagy két olyan szerep, amire vágytam, és amikor megkaptam, jól később, mint ahogy kellett volna, akkor az meg nem is, az én szerintem nem is sikerült. Ez jó, a Hedda Gabler, igen, ugye? Voltak, akiknek tetszett, és voltak, akik szerették, de szerintem nem volt egy... Júliát akart egy nagyon, ugye? Igen. És a Hedda Gabler az összeült, és az általában nem, az önértékelés. Igen, de igazából valóban ezért nem szabad kívánni szerepet, nem szabad kívánni. Ezért, mert szerintem az rossz óment. Tehát akkor mindegy. Tehát ez egy ilyen babona szerintem. Csak a rendezésre kérdez, hogy mit szeretnék rendezni. Szerintem az sem jó, hogyha az ember erre így az életben is így van, nem? Nem kell akarni semmit. Jön magától. Az izzadságszó görcsössége az biztos, hogy visszajön. Biztos. Én ezért is nem tudom így... nem tudom, hogy eltervezni a pályámat, vagy nem tudom. Tehát nem tudok így határozottan előre, ebbe az évben ezt fogom, azt fogom így előre tervezni, nem egyáltalán nem tudom. Tehát ez... De ez idő szerint kvalitásának és formátumának megfelelő szerepeket kap, nem? Hát most érzi, igen, hogy... abszolút. Én most igen, ahogy én így végignéztem vagyok. Például az e-havi táncrendet, tehát a színházi táncrendet, igen. Én úgy gondolom, igen. Hogy elhangoznak. De ebben a színházban olyan szerepeket kapok, ahol én... Tehát, hogy fontos szerepem van, mint, igen, és ez, hát igen, tehát ez egy színésznek az fontos. Abban az irodában beszélgetünk, ami ugye a férjé, uh-huh. Ő ennek a színháznak az igazgatója. Kínosan kell arra ügyelni,
hogy például ezt szétválasztják. Vagy nem is választják szét, lévén, hogy azt mondja, hogy a nap 24 órájába képes színházról hogy beszélünk. Hogy mi a férjem? Igen, igen. Nem választunk szét semmit. Tehát otthon is főznek, abszolút. És azt mondja, hogy igen. Ott azt úgy kellene csinálni. Persze, abszolút. És ő ebbe partner. Hajaj, igen. De én nem is tudnék akkor vele élni, hogyha nem ilyen lenne. Ezért nem is tudom elképzelni, én nem is tudnék civil emberrel élni szerintem, mert ezt egy civil ember nem bírja elviselni szerintem, hogy valaki állandóan a színházon kattog, vagy a szerepén, vagy egy-egy darabom, vagy hogy elolvasok olyat, amiben én nem is játszom, csak mondjuk én is olvasok darabokat. Tehát nem. Szerintem ez nagyon, szerintem szerencsém van. A színház darabválasztásaiban, színészek súlyozásában mennyire veszik ki a részét? Lévén, hogy az ön férje az igazgató. Elmondja a véleményét, kéri a véleményét, vagy e tekintetben teljesen külön válnak a szerepek? Ön egy színésznő, pedig egy direktor. Van. Szerintem igen, de mondjuk az elkerülhetetlen, hogy hallom, hogy ő hogyan gondolkozik, és a dramaturgokkal, meg a többiekkel, hogy beszél ezekről a dolgokról, de én semmiképpen nem... Tehát azért erre kínosan vigyázok, és vigyázunk, hogy ilyen szempontból én nem szólok vele az ő munkájába. Még egyet áruljon el nekem, azzal kezdtük, hogy Törőcsik Maritól kapta azt a bizonyos keresztet, ami Blaha Lujzától eredeztethető. Biztos eljön majd egyszer az az idő, amikor Bássi Júli úgy gondolja, hogy az ön szellemiségének, kvalitásainak, formátumának leginkább megfelelő színésznőnek majd odaadja ezt a díjat. Az elmondja nekünk, hogy ki lehet az? Hogy ki lehet az, azt nem mondhatom el, de már van egy kiszemelt áldozat. Színházat sem mond, hogy hol van ez idő szerint ez a kiszemelt áldozat? Hol dolgozik? Nem szabad. Nem ilyet szabad? Nem. Hát szerintem ilyet nem. Szabad? Szabadna? Nem. Szerintem mondjuk meg. Hát nem tudom. Hát annyi fiatal színésznő van, ott biztos, hogy elindul majd a találgatás. De ez éppen ezért. Szerintem. Ne? A szempontrendszert? Nem, szép dolog. Mi? Szempontrendszert. Tehát, hogy amikor Bássi Júli ezen gondolkodott, akkor min mentén ment végig? Hogy miért ő? Miért nem ő? Tehát mi az a nem három... Nem lehet más, mint a tehetség. Igen, de hogy hozzá közel álló legyen önhöz. Szellemiségben. Ahogy Törőcsik Mari például párhuzamot mondt a férfi színésznő kapcsán. Szerintem természetesen igen. Hát... Tehát akkor egy a férfi színészre számítsunk a nők között. Hát így nem tudom. Igen, mondjuk igen. Nagyon szépen köszönöm. Jaj, én is. Jó. Ez volt Bássi Júli arcképe. Tartsanak velünk egy hét múlva is, mi akkor is itt leszünk. Vigyázzanak magukra, minden jót kívánok.